felháborító és elfogadhatatlan. Így jellemezte a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár az agrárszektorban történt botrányt. Feldman Zsolt kifejtette, hogy az egyetlen magyar nitrogénműtrágya gyártó cég tulajdonosa, Bige László, az elmúlt hetekben komoly bizonytalanságot és feszültséget keltett a magyar gazdálkodókban, amikor a magyar mezőgazdaság egyik legfontosabb termelési alapját veszélyeztetve kilátásba helyezte, hogy termékét ezentúl külföldön értékesíti. Az államtitkár hozzátette, hogy emellett évekig irreálisan magas árat kért a vállalat a termékekért. Úgy számolunk, hogy az alatt a 7 év alatt, amíg ez a visszaélés történt, legalább 36 milliárd forintnyi kár keletkezett a magyar mezőgazdaságban, legalább ennyivel adták drágábban, mint amennyiért adhatták volna a magyar gazdálkodók számára a műtrágyát. Ez az a másik olyan elem, amely kapcsán mindenképpen érdemes leszögeznünk, hogy ez a magyar vidék és a magyar gazdálkodók számára megítélésünk szerint elfogadhatatlan. Ezt a baranyai gazdák is tapasztalták. Rittlinger József elmondta, hogy míg tavaly egy tonna műtrágyát 50 ezer forintért tudtak vásárolni, addig az idei évben ugyanez a mennyiség már mintegy 230 ezer forintba kerül, ami közel ötszöröse a 2020-as árnak. Bármelyik műtrágya kereskedőt kérdeztük, majdnem kottára, forintra mindenkinek egyforma volt az ára. Hát ezt régen azért nem tapasztaltuk. Régen azért mindenki más-más áron, voltak árkülönbségek, vannak minőségi árkülönbségek, de most azt látjuk, hogy sajnos ezt így beáraszták, és sajnos a mi kárunkra áraszták be. Válaszreakcióként több gazdálkodó is átállt olyan növények termesztésére, melyek kevésbé igénylik a műtrágyát. Bige László bejelentése után azonban a magyar kormányzat és a gazdatársadalom összefogott. Feldman Zsolt államtitkár szerint ennek köszönhető, hogy a cég tulajdonosa meghátrált, és mégis a magyar gazdálkodók számára kívánja értékesíteni a társaság által megtermelt műtrágyát, ami óriási eredmény az ellátás biztonság szempontjából, mondta.